Újabb fejlesztés ért véget a belvárosban. A Kovács Károly városépítő program támogatásával utat és járdát újítottak fel a Mikes utcában, miközben több parkoló készült. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették. Önkormányzati forrásból ezeket a beruházásokat nehéz lenne megvalósítani, bocsátotta előre Balaidz Zoltán polgármester, majd hozzátette. Az arányos városfejlesztés jegyében arra törekednek, hogy folyamatosan elvégezzék az aktuális feladatokat. Olyan 300 millió forint az, amit a 869 útra és járdára tudunk költeni. Ez nagyon kicsi szám. Éppen ezért aztán a Kovács Károly Városépítő Program keretében állami kormányzati forrásból tudjuk ezeket a nagyobb beavatkozásokat megvalósítani. Jelen esetben is nagyjából 70 millió forintból készült el itt a belvárosban annak az útfelújításnak, annak a parkoló és egyéb kiegészítő közmű felújításoknak a munkálata, amelyekre a saját forrás helyett ezt az állami támogatást igénybe tudtuk venni. Ezek a rekonstrukciók a megyeszékhely dinamikus fejlődését mutatják, mondta Víg László országgyűlési képviselő. Bali Zoltán alpolgármester a kivitelezésről és annak előzményeiről szólt. Ahol most vagyunk, a Mikes Kelemen utca 8-as társasház előtt, itt 2019-ben a lakókkal történt egyeztetés során arra jutottunk, hogy fontos, hogy itt a belváros közelében az itt található parkolót megújítsuk, akkor erre ígéretet tettünk, hogy a 2024-ig tartó önkormányzati ciklusban ez a parkoló ez elkészül, azonban nyilván a Kovács Károly Városépítő Program által nyújtott lehetőségek, illetve a kormányzati források bevonása lehetővé tette, hogy ne csupán ez a parkoló készüljön el, hanem a hozzá kapcsolódó közművek, illetve a felvezető út, ami a ház előtt húzódik, az is megújuljon. A Dozsa-György út és a Jókai út között 127 méter hosszúságban aszfaltburkolatú járda épült, a társasházak közötti feltáró út 62 méter hosszban megújult, alatta 55 méter hosszban zárt csapadékcsatorna épült, illetve a feltáró út két oldalán 4 darab merőleges és 1 darab párhuzamos térkőburkolatú parkoló épült. A megszépült sakor követelményeinek megfelelő környezetet az itt élők örömmel fogadták. Nagyon le volt romlamva az utak, és nagyon köszönjük, hogy ilyen aranyosak voltak, hogy megkaptuk ezt a szép felújítás utat, már annyira szép, és olyan jó érzéssel jövök le, hogy ezt is megértem. További korszerűsítések a térségben még várhatók. Egyebek mellett újabb szennyvízvezetékek kiváltására és járdaszakaszok rendbetételére készülnek.